Hét ágra süt a nap, szinte tavaszias az időjárás. Örülnek ennek a menhelyen élő állatok is, akiknek egyébként a lehetőségekhez képest mindent próbálnak biztosítani a dolgozók, akik azt mondják, ilyenkor télen még több odafigyelést igényelnek az állatok, hiszen az emberekhez hasonlóan ők is fáznak. Sokkal jobban oda kell figyelni, ugye nálunk a kutyusok kenelbe vannak, tehát nincsen az, hogyha fázok, akkor futok pár kört az udvarba, és akkor kicsit megmelegszem. Nagyon kell figyelni arra, hogy a házak mindig szalmázva legyenek, vagy jó meleg rongyokkal ki legyenek bélelve. Mi inkább a szalmát preferáljuk, mert az sokkal szigetelőbb, illetve sokkal melegebb van nekik is, és imádják egyébként, nem csak a meleg miatt, de imádnak vele játszani, belebújni, elbújni, stb. Illetve még amire nagyon kell figyelni, az a víz. Nagyon-nagyon hamar megfagy a hidegben, és ugye se inni nem tudnak, illetve nem is tesz jót a szervezetüknek, hogyha a nagyon hideg vizet isszák. A menhely lakóinak nagy része kinti kennelben kapott helyet, a dolgozók azonban mindent megtesznek azért, hogy ők se fázzanak. Plexikkel látjuk el a keneleket, azzal fedjük be a téli időszakban, ez valamennyire megfogja a meleget a kenelekben, és jó időt biztosít nekik. Rengeteg a kölyök kutyus is. A tapasztalatok szerint a hidegebb időben sokkal több picúr kerül be ide, mint az év többi részében. A kiskutyák az ápolásra szoruló és kisebb testű rövidszőrű társaikkal együtt fűtött belső kenelekben töltik mindennapjaikat. A téli időszakban általában inkább a kölyök kutyák, akik bekerülnek hozzánk sajnos, nagyon-nagyon sokat kidobnak, nagyon-nagyon sokat behoznak, hogy nem bírják, ahogy az udvaron visít, stb. Tehát persze, hogy nem bírják, mert fáznak, szerencsétlenek. Őket nagyon meleg helyen szoktuk elhelyezni, infralámpával, hőszigetelt házakkal, ugyanígy plexis helyen, tehát náluk még jobban figyelünk a helyzetre. A menhelyen gondoskodnak az elhagyott állatokról, azonban fontos, hogy a gazdik is jobban odafigyeljenek kedvenceikre, amikor kint hideg az idő, hangsúlyozzák a menhely dolgozói. Az egyik legfontosabb például, hogy az állatnak a vize sose fagyjon be, plét helyett pedig lehetőleg szalmával legyen kibélelve a fekhely. Ha rongy van, vagy takaró a házból, ugye a lábával behordja a nedvességet, és ezáltal ugye a takarója is nedves lesz. Ugye ennyivel is szerencsésebb a szalma, vagy a széna, mert az nem vizesedik át annyira, tehát erre is mindenképpen figyelni kell, illetve arra, hogy a kutyus tényleg meleget tegyen, meleg helyen legyen, tehát mindenképpen. Az a kutyus, aki meg láncon van, sajnos ugye ilyen is van, de ez engedélyezett bizonyos kereteken belül, rá meg még jobban kell figyelni, ugye ő sem tud annyira mozogni, mint mondjuk egy szabadon élő kutyus, tehát rá még jobban fokozottabban kell figyelni arra, hogy az élelem, a víz, nehogy jéghideg legyen, a ház is meleg legyen, illetve zárt helyen legyen akkor a kutyus. A győri állatmenhelyen jelenleg 189 kutya és 50 cica él, a legnagyobb szükség a téli időszakban pedig macskaalomra, plexidarabokra, szalmára és plédekre van annak érdekében, hogy jól érezhessék magukat az itt élő állatok is.